Irodalmi estet tartottak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban. A rendezvényt Liskáné Fóti Zsuzsanna, az intézmény szakmai igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd Novák Gyula köszöntötte a közönséget. Jó estét kívánok! Novák Gyula vagyok. Amatőr előadóként szoktam fellépni, mert van egy olyan adottságom, hogy hamar megtanulok verseket, és ami érdekes, hogy nagyon sokáig benne marad. És én ezt az adottságot édesanyámtól örököltem, aki 100-101 évesen még mondta a verseket. És akkor nagyon csodáltuk, hogy lehet ez. Nem is sejtettem, hogy bennem is megvan ez az adottság, mert egy bizonyos alkalommal észrevettem kocsi vezetés közben, hogy amit ő mondott, meg hallottam, magnót, meg lemezjátszóról, valamit, az jött belőlem vissza. Mondom, hoppá, mihez hát ez hasonló dolog, és elkezdtem tudatosan ezzel foglalkozni, és aztán így rájöttem arra, hogy ezt az adottságot én örököltem. A versek mondása után ért egy kritika, kár, hogy beleviszem én ebbe a dologba a politikát. Beleviszem a politikát, hát ha az politika, hogy én olyan költőktől, szerzőktől mondok műveket, verseket, akikről én nem tanulhattam, nem is ismerhettem őket. Az úgynevezett rendszerváltás után olvastam és hallottam róluk, és akkor elkezdtem őket olvasni, és így szerettem meg egy Reményik Sándort, Sajó Sándort, Mécs Lászlót, Nyírő Józsefet, Márai Sándort, és az én csodálatos írómat, költőmet, Vas Albertet. És ebben a körülbelül egy órás műsorban remélem, hogy sikerre viszi az estnek a célját a Sivadó testvéreknek a muzsikája. Nagyon köszönöm, hogy segítenek és eljöttek, nagyon tehetségesek. És köszöntöm a tanárnőjüket, Béres Ágata, a zenetanárt, aki szintén itt van köztünk. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad. Mert hazám ott van a Kárpátok alatt, s népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell lejjen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben és Istenben, ki a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, s maradok ezúton még csak élek töretlen hittel, ember és magyar. Novák Gyula már fiatalon is szerette a verseket, de akkoriban még nem foglalkoztatta az irodalom mélyebb szinten. Egyszer rossz voltam, valami haszontalanságot csináltam, és azt mondta, na ide figyelj, aszfalt betyár, amért ilyen rossz vagy, ezt megtetted, most ezért hónapra megtanulod Tóth Árpád elégiai Reketje Bokorhoz című verset. Nagyon nehéz vers, hosszú vers. Ő tudta, hogy nem fogom megtanulni, legalábbis azt hitte, és akkor majd beírja az egyes, mert mondta, nem, akkor végem van. És kimentem a Hernád partjára, és megtanultam a verset. Másnap ő el is felejtette, már majdnem vége volt a magyar órának, mikor rám nézett, és azt mondta, hogy hoppá, na te aszfaltbetyár, mi megyeztünk meg? Na halljam, és fogta a pajaszomat, és elkezdtem a verset.
kisember volt, én meg hosszú srác, és akkor fölnézett rám, és mondtam, halljam, és mondtam, hogy a vers, az elmondtam az első verszakot, nézett, mondtam a versnek a második verszakát, nézett, mondtam a harmadikat, elengedte a fülemet, a bajeszomat, hátrább lépett, mondtam a negyediket, ment hátra ment a helyére, leült az asztalhoz, fejét így a kezébe tette, és végighallgatta a verset. Mikor elmondtam az egészet, az osztálytársak csak néztek. Fogalmuk nem volt, hogy én ezt képes leszek megtanulni, még egyáltalán nem is hallottak tőlem a verset, és azt mondta nekem az osztályfőnököm, na ide figyelj, te anyaszomorító, ezt megúsztad. Pályája során többször érintette a költészetet, még a sporteseményekre is becsempészte. Mára már minden idejét a verseknek szenteli, szereti, ha a közönségét is megérinti az adott költemény mondani valója, szellemisége. Egész életemben sportoltam, úgy annyira, hogy lehet, hogy baklövést csináltam, most már utólag tudom, hogy baklövést csináltam. Úgymond felvettek az Orvostudományi Egyetemre, de abban az időszakban a 60-as években borzasztó nagy volt bennem a TF-nek a vonzása. A TF-re lehetett a legnehezebb bejutni, nehezebb volt akkor a bejutás, mint a színművészeti főiskolára. Ezt a Népszabadságból olvastam akkor, és az Orvostudományi Intézet helyett választottam a TF-et. És a testnevelési egyetem elvégzése után aztán tanítottam, ami kapcsolatban van a verseléssel, nagyon sok torna ünnepét csináltam ezzel a szóval élve, és akik most nem hallják ezt, mert nem hallják, ha hallanák ott főleg Miskolcon és a környékén, meg az a több százezer gyerek, akik részt vettek ezekben a gyakorlatokban, ők emlékeznek. A zenét felhasználtam ezek a gyakorlatokra, volt olyan a záróképp gyakorlatot. Csináltam 12 ezer emberrel, és nézte a közönség, meg a kollégák, hogy mikor esem össze, hogy ezt meg tudom oldani a gyerekekkel, és azt hiszem, hogy ebbe segített a vers, meg a zene, meg a koncentráció. Aztán edzősködtem, kézilabdáztam, majd sokáig röplabdával foglalkoztam, de nagyon szép eredményeket sikerült elérnem a sportban, és ezért is nem foglalkoztam én a verseléssel, és idős fejjel próbálgatok verseket mondani, és az az igazság, hogy csak lehetőleg mély verseket, hazafias verseket. Ez nem jelenti azt, hogy nem szívesen mondok Petőfi Sándort, vagy Ady Endrét, József Attilát is nagyon szeretem, de nagyon szeretem azokat az embereket, akik szeretik a hazájukat, szeretik az embertársokat, szeretik az igazságot, szókimondóak, és ezektől az emberektől szeretek leginkább tanulni, mert ezek adnak nekem sokat, és ebből a sokat adásból, amit én kapok tőlük, ebből egy cseppet szoktam elcseppenteni a tengerbe, hogyha öten hallják, már szívesen elmondom, mert látom rajtuk, hogy egy kicsit elgondolkodnak ezen. Novák Gyula felkérésekre is versel, vagy ahogy ő fogalmaz, történetet mond. Egy kérése van, hogy a választott vers mély jelentéssel bírjon, hazafias legyen, és megérítsen minden magyar embert. Ugye Petőfi is azt mondta, hogy ha nem tudsz más, mint eldololni saját fájdalmat és örömed, nincs rád szükség a világnak, ezért a szent fát félreted. Tehát én csak olyan verseket szeretnék elmondani, amivel aki írta a művet, az általam ad valamit azoknak, akik ma nem figyelnek oda úgy a történelmünkre, ahogy oda kellene figyelni, és én ezért maradok ebben a témakörben, és remélem, hogy így is kapok meghívást. A verses zenés irodalmi estet a későbbiekben teljes terjedelmében megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorán.